Eredményt hirdettek a közétkeztetéses közbeszerzési eljárásban. Ennek részleteiről Apelsoffer Ágnes, a település polgármestere adott tájékoztatást. Két évvel ezelőtt szabály szerint közbeszerzési felhívást kellett megjelentetnünk, és egy eljárást kellett lefolytatnunk, és egy konzorcium nyerte, a Foodlike és az Étrend, tehát ők voltak azok a KFT-k, akik, vagy gazdasági szervezetek, akik a közétkeztetést biztosították a városban. Ez a két éves szerződés lejárt, és új eljárást kellett lefolytatnunk, és ennek némi meglepetést okozott, de nagy örömünkre visszakerült részben a Tolnai Alimentál KFT-t. A Széchenyi iskolában ők fogják az ebédet főzni a gyerekeknek, és ott is fognak étkezni a Kossuth Lajos utcában, a korábbi helyükön. A többinél pedig a korábbi konzorcium egyik tagja, a Foodlike KFT lesz, aki az ebédet biztosítja. A baleset veszélyes és megjavítandó úthibákkal kapcsolatban is vannak a városnak kezdeményezései. Évelején az önkormányzat mindig, amikor közszolgáltatási szerződést köt a Teren a KFT-vel, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, akkor döntünk egy keretösszegről, úgy, ami járdák építésére és úthibák javítására szolgál. Ez a keretösszeg sajnálatos módon elfogyott, és még maradtak olyan kátyúk, amiket nagyon sürgősen ki kell javítani, úgyhogy most ügyvezető igazgató úr és a műszaki osztály kérésére biztosítunk plusz forrást, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani. Az orosz-ukrán háború kitörésekor menekültek érkeztek Tolnára, a település pedig biztosított lakhatást számukra. Néhány hónap múlva azonban mind visszatértek Ukrajnába. Most az egyik család, akinek a fia a napokban töltötte be a 18. életévét, azt kérte, hogy hadd jöjjön vissza néhány hónapra, mert a 18 éves fiú, ahogy betölti a 18. életévét, hadkötelezetté válik, tehát gyakorlatilag bármikor a frontra vezényelhetik. Ez a fiú egy egyetemista egyébként, magyar nyelvet nem beszéli, de én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak mindenképpen segítenie kell minden bajba jutott emberen. Neki egy egyszobás garzont biztosít a város az év végéig, amit jelenleg is igénybe vesz a fiatal diák.